Utunk tovább folytatódott Pajzs Józseffel, ezúttal a város kórháza felé. Itt egy rövid megbeszélés után a polgármester átvette azt az orvosi műszert is, melyet saját maga vásárolt egy környékbéli kisbeteg számára. Szervusz, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, hadd mutassam meg orvosigazgatónkat, és Pajzs József. Teljes körű helyettesemet a távollét idejére, aki most már szokja itt a klímát, a mai nap igaz, hogy nem látszik rajta, de, vagy nem látszik rajta, mert nem, zöld, nem zöldben van, hanem teljesen szabályos, hogy idelen fehérben, aki a mai délelőttét már a műtőben és az interjú osztályon töltötte. Kiszerkedve a dolgokkal. Örülök meg! Izominggerlő, így van. TENS, úgynevezett TENS készülék, tehát ez abban az esetben használható, hogyha valakinek esetleg valamilyen izomfejlesztésre van szüksége, leginkább ilyen helyi jelleggel, és a torna kiegészítéseként, ezt például ilyen úgynevezett mozgásszervi rehabilitáció esetében izomcsoportok tornáztatására. Egy 6 napos kisfiúnak van szüksége rá. És akkor ez a... Ezt adjuk át, mert nagyon várjuk. Személyes. Személyes ajándék van? Igen, egy falunapon találkoztam a problémának a szülőkkel, és megígértem, hogy segítek a beszerzésbe. Hát sajnos a szokásos helyzet. Édesapának nincs munkahelye, tavaly volt a közmunkaprogramban. Jó napot kívánok! Sziasztok! Bogdan László, egy jogtanhallgató, egy kisebb önkormányzat nagy támogató. Kedvét csókolom! Emlékszik, de találkoztunk a fadulapon. Szia, Gábor! Hello! Szia! Szia, pici! Szia! Bátran fogja a kezed vele! Én Pajzs József vagyok. Téged hogy hívnak? Na? Keresztneved? Na, ne hajlok ám! Hát sikerült ezt a készüléket megszerezni, amit szeretnék átadni azzal, hogy remélem a kisfiú egészségi állapota jelentősen javul majd a készülék használata után. Szeretném, hogyha valami jelzés lenne, hogy valóban ez a javuló pozíció, ez bekövetkezik-e. Ezt a készüléket szeretném átadni ennek azzal, hogy minden útmutató benne van. Ha valamire szükség lenne, akkor nyugodtan hívjanak, mert akkor egy szakembert hoznék ki, aki megmutatja a készülék használatát, de általában nem egy bonyolult. Én végtárgyaltam a ortopédussal és a gyermekkoros kaszakban egyszerű használata. Fogadja szeretettel. Köszönöm. Nincs mit igazán. Tessék parancsolni. És hogy viselkedik a kisfiú? Hát, ugyanúgy vagyunk. Reméljük, javulás lesz. És tornáztatják? Igen. És nem erre várunk. CT-re is. És melyik oldala? A bal oldali. Bal oldali. És a jobb oldalra sugárzik ki. 20 mm-es ekkora távolata van. És érzékelhető ez a hétköznapokon? Vele való foglalkozás kapcsán, nem hogy beteg? Nem mozgatja. Nem. Nagyon vidám kisgyerek, jókedvű. Na, hát, nem látszik semmi rajta. És a cumit szereted? Cumit? Igen. Elvigyük? Ez a mindenünk. Jó étvágyú gyerek vagy? Igen. Látszik is rajta. Egyé. 9 hónaposak vagyunk és 10 hónapos. 9 hónap.
A rózsafai kitérő után Patapoklosiba vezetett utunk. Ebben a faluban volt Hajdanán polgármester Pajzs József, akit azóta is visszavárnak az ott élők. Bözsinét hadd üdvözöljem, hadd csókolja meg, kedves akár mennyire veszi a tévé. Csókolom Bözsiné, hogy van? Bözsinéni volt, aki végig gondozta, meg gondoz ezeket a virágokat. Sziasztok! Szia, Helen! Szia, Gyuszi! Szia! Tiszteletem, polgármester! És hát itt van ez a csoda. Tiszteletem! Itt állunk a templom kapujában. 1794-ben épült, és hát a tökéletes pusztulástól sikerült megmenteni. 1996-tól volt folyamatos a rendbetétele, 98-ban lett végleges az állapot, amit látni fogunk. És hát amiről nagyon híres, van több mint 220-30 festett kazettás mennyezett a templom egész Kelet-Közép-Európában, mert még Ausztriában is voltak nyomai a festett kazettás templomoknak. Ebből a műfajból legtöbb Erdélyben van. De az egyik legszebb, a drávíványt szokták favorizálni, az egyik a patai, ez teljesen biztos. Nem őt, mert én mondom, gyönyörű 112 darabos kazettálmányt láthatunk majd, és vannak egyedi speciális dolgok, amikre én fölhívnám a figyelmet. Szerintem lépjünk beljebb Bözsinéni, úgy tudom, hogy vasárnap istentisztelet, ugye? Temetőben voltunk, és mintha hallottam volna, Jónás is volt. Ki volt itt a... Az Unger volt itt. Jövök előre. Jó. Hát itt haromkötél volt, de 91-től elektronikus. Elektromos lett. Hát ez egy szenzációs eredeti. Mutattam a tájházat, az 1880-as. Egy tulipános ajtóval sikerült megmentenünk, mert a korábbi lakó disznókat tartott azon épületrészen, ahol volt az ajtó. És ezt emlékeztek a Szabó Józsira? Szabó restaurátorra? Emlékszel rá? Ő rakta rendbe, emlékszel rá? Szétrágta a disznó a tájháznak azt a nagyon szép részét, az ajtó volt. És hát itt van a kazettállomány egy része. Mindkét karzat alatt megjelennek a kazetták. Itt, ami nagyon érdekes, a napkorunkban bele van írva a rövid története egyébként a templomnak. Megtalálták a restaurátok, le is tisztították, valamilyen oknál fogva eltagadják, itt lehet látni, igen, hogy milyen családoknak volna köszönhető, hogy lenne köszönhető, vagy kitagadta őket az egyház, más történt, nem tudják a igazán történése, de eltüntették a neveket, ez teljesen biztos. Visszatérve a napra és a naptól elhelyezkedő bolygókra, a természettudomány akkori állása szerint, ugye itt van a Mars, megjelennek a bolygók, ott van a Hold utolsóként, és jövünk befelé, és egészen kinyúlik eddig a kazettáig, itt az utolsó kazetta, ha jól látom, akkor az a Szaturnusz.